hiszük ismerjük őket, de aztán csinálnak valami egészen vadat. Hiszik vagy sem, házi macskáink génjei 96%-ban megegyeznek a tigrisével és a többi fantasztikus macskaféle jellemvonásával. De miért cserélte le a vadont a világ egyik legveszélyesebb ragadozója a városi életre? A vadont az otthoni kényelemre. Ez a sorozat egyedülálló módon tanulmányozza a macskákat. Végigköveti hosszú és küzdelmes utazásukat, mely a csúcs ragadozótól a nappalinkban henyélő állathoz vezetett. Ezúttal a mítoszrombolókkal, a legritkább és legfurább macskákkal fogunk megismerkedni. A kanadai hiúzban az a legfantasztikusabb, hogy felépítése egyik macskáéra sem hasonlít. Földünk legnagyobb macskáitól kezdve a legkisebb macskákig megmutatjuk, hogy a szupererő, amivel házi macskáink is rendelkeznek, hogyan segített meghódítani a legzordabb és a legmeglepőbb helyeket. Ők a szupermacskák, akikre semmilyen szabály nem érvényes. Vadóc házi kedvencünk, a macska. Macskák. Semmit sem szeretnek jobban, mint a lobogó tűz előtt melegedni. A macskák hőérzékelése eltér az emberétől. Kevesebb receptorral rendelkeznek, ezért eltérően reagálnak a magas hőmérsékletre. Mi már rosszul érezzük magunkat a 44 fokos hőségben, de a macskák csak 50 fok felett reagálnak. Ezért tovább sütkéreznek a számunkra már elviselhetetlen melegben. A macskák vágynak a melegre, és gyűlölik a hideget. Vagy talán mégse? Télen az amerikai Szikláshegységben mínusz 40 fok alá is esett a hőmérő higanyszála. És ez igen távol áll a kandalló melegétől. De meglepő módon egy vadmacska él ezen a környéken. A kanadai hiúz. Körülbelül kétszer akkora, mint egy házi macska. De a testét vastag bunda borítja, és hosszú, izmos hátsó lábakkal rendelkezik. A fülében lévő kisbojt állítólag a hangot vezeti be a dobhártyába, és ennek köszönhetően rendkívül kifinomult a hallása. Ezt a két fiatal hiúz testvért, Rokkót és Raspit ember nevelte, mégis megőrizték természetes viselkedésük egy részét. Heather Keepers kölyök koruk óta neveli őket. Rokkó szeret játszani és vadászni. Ez csak egy darab szarvasbőr egy zsinegen, ahogy a házi macska is szívesen játszik a kötélen húzott játékegérrel. Neki ez az egér. Szia! Neki én vagyok a kétlábú anyukája, két hetes kora óta nevelem. Még csak félig kifejlett, még jó 6-9 kilót fog felszedni a teljes kifejlettségig. Szóval még mindig gyerek. Jó fiú. Megfelelő ruházat nélkül az ember itt néhány órán belül kiülés következtében meghalna.
Egy hőérzékelő kamerával megmutatjuk, hogy Heathert milyen jól szigeteli a meleg öltözék. A fehér szín megmutatja, hol veszíti el a hőt. Több rétegnyi ruha védettől a szélsőséges hidegtől. Most vettem le a nagyon vastag kesztyűmet. Két pár zoknit hordok a nagyon jól szigetelő hótaposóban. Sapka, ami a fejemet tartja melegen, és a test hőmérsékletét is szabályozza. És mégis fázom. Hihetetlen módon Rocco bundája annyira sűrű, hogy csak a szemén és a fülén keresztül veszít hőt. És a vastag szőrgallér, ami a képen fekete, melegen tartja a fejét. De amikor Rocco a mély hóban járkál, a mancsának jut a legfontosabb szerep. A lábai tulajdonképpen hótalpak kis másolatai. Nagyon szélesek, mintha nagy tányérok lennének, melyek lehetővé teszik, hogy a hó tetején haladjon. Gyakorlatilag átsiklik a tetején, és nem süpped bele. A kanadai hiúz beépített hótalpával naponta 18 kilométert tud megtenni a havon. Túlméretezett lábával egy másik állatra, a hócipős nyúlra vadászik. Télen a hócipős nyúl a kanadai hiúz táplálékának több mint háromnegyedét adja. De nagyon nehéz elkapni. Hatalmas lábával a nyúl közel 50 km per órás sebességgel ugrándozik a havon. Furcsa módon több millió év alatt a kanadai hiúz egyre jobban elkezdett hasonlítani a nyúlra, amire vadászik. A kanadai hiúzban az a legfantasztikusabb, hogy felépítése egyik macskáéra sem hasonlít. A hátsó lába hosszabb a mellső lábánál. A csontváz szerkezete jobban hasonlít a nyúléhoz, mint egy átlagos macskáéhoz. Ha egymás mellé raknánk egy hócipős nyúl és egy kanadai hiúz csontvázát, az egyedüli különbség a fejük és a lábuk lenne. Szerintem ez elképesztő. Extra hosszú hátsó lábaival és a beépített hótalpakkal úgy mozog a havon, mint a nyúl, amire vadászik. Ezúttal nem volt szerencséje, de gyakorlásnak megteszi. A kanadai hiúz nem az egyetlen macskaféle, amelyik lerombolja azt a mítoszt, hogy a macskák utálják a hideget. Oroszország fagyos északi tájainak macskaféléje még szélsőségesebb körülmények között él. A szibériai tigris a legnagyobb méretű nagymacska a világon. Súlya akár a 300 kilót is elérheti. Nagy testtömege miatt teste kevesebb hőt veszít a hidegben. A hidegben a méret a lényeg. Vastag zsírréteg borítja az alhasát. Annyira jó a szigetelése, hogy időnként a hasát a hóba dörzsölve hűti magát. Szibériától
a városokig. Házi macskáink remek szigeteléssel rendelkeznek. A vastagabb téli bunda mínusz 40 fokig fenntartja a testhőmérsékletet. A kanadai hiúszhoz hasonlóan a legtöbb hőt a fejükön keresztül veszítik el. De van a macskaféléknek még egy jellemvonása, amit a végletekig fokoztak a vadonban. A magasság iránti szeretetet. Házi macskáink szeretnek magasra mászni. A háztetőkről jó kilátás nyílik a területükre, és gyorsan észreveszik a veszélyt. De egyes vadmacskák a lehető legmagasabb helyeket szeretik. Felejtsék el a házuk tetejét. Ők a világ tetejére. A Himalájára vágynak. A tengerszint felett több mint 6 kilométer magasságban, ahol alig van oxigén és fagypont alatti hőmérséklet uralkodik, ott találhatók a föld legmagasabb hegycsúcsai. Egészen a közelmúltig úgy vélték, hogy csak egyetlen macska képes megélni extrém magasságban. A hópárduc. Hatalmas tüdeje magába szívja azt a kevés oxigént, ami a légkörben található. És a többi párducnál szélesebb orra van, amely felmelegíti a hideg levegőt, mielőtt az a tüdőbe érne. A hópárduc veszélyeztetett faj. Száma az elmúlt két évtizedben 20%-kal csökkent az orvadászat és a kevesebb táplálék miatt. Mára mindössze alig 4000 hópárduc él a természetben. De mivel ilyen távoli, megközelíthetetlen helyeken él, nehéz pontosan megbecsülni a számukat. Nepálban tudósok egy csoportja távkamerákat szerel fel, melyekkel megfigyelheti a párducokat. A tengerszint feletti több mint 4 kilométer az eddigi legmagasabb hely, ahol a hópárducot megfigyelték. A csapat ritka és meghitt felvételeket készít. De a java még hátra van. Egy anyáról és a kölykeiről készült felvételek bizonyítják, hogy ilyen magasságban még szaporodnak is. Gangaram Regni biológus számára ez izgalmas hír. Most először készíthettünk képeket egy anyáról és három kölykéről. Aztán valami teljesen váratlan dolog történt. Egy szőrös külsejű macska, mely nagyon hasonlít Garfieldra, ő bukkan fel a kamerában. Egyszerűen csak besétált a képbe, és a földön játszott. Ez egy hópárduc kölyök? Vagy egy teljesen új macskafaj Nepálban? Tashigali biológus zavarba jött. Az elején nem tudtam, hogy mi ez. Egy kis párducnak tűnt. Ezért kitettem a Facebookra.
Amikor megláttam a képet, teljesen megdöbbentem. Egész éjjel nem aludtam. Aznap este több kolléga is pusztai macskaként azonosította. Tehát nem egy hópárduc kölyök volt, hanem egy pusztai macska. Eddig úgy tudták, hogy ez a kis szűrös macskaféle Mongóliában és Közép-Ázsiában él. De senki nem tudta, hogy Nepálban is megtalálható. Ahogy az sem, hogy így bírja a magasságot. A pusztai macska az egyik legfurább kinézetű macskaféle. Nagyjából akkora, mint egy házi macska. De a bundája minden macskáinál vastagabb. Rövid zömök lábával nem tud nagyon gyorsan futni. Alacsonyan álló fülei és szürke színe remek álcát biztosít a sziklák között. A pusztai macska ezt a saját javára fordítja. És a sziklák közül kémleli vacsoráját. A macskák azon szükséglete, hogy elvándoroljanak születési helyükről, és új terület után nézzenek, juttatta el őket a bolygó legtávolabbi szegleteibe. A Himalája magaslatain is megtalálható szűrős kis pusztai macska erre a legjobb példa. A kandallótól a fagyos északig. A háztetőktől a világ tetejéig. A macskák a legváratlanabb helyeken bukkannak fel. De ha egyszer kénytelen megmosdatnia a macskáját, megtudja, hogy egy valamit nagyon utálnak. A vizet. A macskák saját magukat tisztítják, és csak az állatorvos ajánlására szabadna őket megmosdatni. A tudósok szerint azért utálják a vizet, mert egy sivatagban élő fajból fejlődtek ki, mely ritkán látott esőt. De Sri Lanka mocsaraiban él egy vadmacska, amely szakít ezzel az ősrégi mítosszal. Ez a halászmacska. És Anya Ratanayake a biológus szerint felülmúlja a nagymacskákat. Szóhoz sem jutottam, amikor először láttam halászmacskát, mert nem erre számítottam. Mert mindenki a nagymacskákról áradozott. Úgy éreztem, hogy egy igazán nagy dolgot titkolnak el előlem hosszú ideig. Ekkor jöttem rá, hogy el kell felejteni a párducot. Kit érdekel? Foglalkozzunk ezzel a kisebb macskával. Ezért Anya a halászmacska nyomába eredt a Sri Lanka fővárosát Kolombót övező lábvidéken. A halászmacska vizes élőhelyen él, mivel az élete a víztől függ. Ahol most vagyunk, az tökéletes élőhely a halászmacskák számára. Sok hal van itt, és jó fedezéket találhat. Kevés erre az ember, szóval remek a macskának. Szóval, ahol hal van, ott halászmacskának is lennie kell.
Anya GPS technikával követi a macskákat. Követjük a GPS pontokat, amiket a macskanya körbe sugároz. Járt már párszor ezen a szigeten. És néhány pont ismétlődik, szóval valószínűleg ott pihen, ahol most megnézzük. A halászmacskáknak nagy területük van. A hímek területe több mint 20 négyzetkilométert is lefedhet. És jó úszók, ezért nehéz a nyomukra akadni. Van egy GPS pont azon a szigeten, ami azt jelenti, hogy a macska átúszott a csatornán. A leveleknél lévő letapsott terület egy ösvény, amit az állatok jártak ki. Azon az úton jár a halászmacska, vagy a tarajos sül. Ezeket a kis úthálózatokat használják állandóan, ezért van lelapulva a fű. Kb. 8 méter a távolság e között és a következő sziget között, amit a halászmacska megtett. De a GPS pontokból kiderült, hogy a macskák jóval nagyobb távolságokat tesznek meg. És ez a mítoszromboló macska, amelybe anyja beleszeretett. A halászmacska. A spániel méretű zömök testfelépítésű és vastag nyakú halászmacska egy horgászbajnok. Táplálék a háromnegyedét halak és rákfélék alkotják. De amitől igazán ügyes, az az, ahogy a zavaros vízben halat fog, anélkül, hogy látná. Csak a bajszára hagyatkozik. Ezt a trükköt a házi macskák is alkalmazzák. A macskák nagyon jól látnak távolra, de ami 30 cm-en belül van, azt homályosan látják. Ezért a halálos harapásnál nem a szemükre, hanem a bajszukra hagyatkoznak. A szálak egy szempillantás alatt előre fordulnak, és körbeveszik a zsákmányt. Mindegyik szőrszál az egér irányába fordul, hogy a macskák gond nélkül megölhessék. A halászmacska pontosan ugyanezt teszi, csak a víz alatt. Bajszát belemeríti a folyóba, amivel megérzi az apró áramlatokat, melyeket az arra úszó halak keltenek. Így úgy fogják ki a vacsorát, hogy nem is látják. Ez az egyik titka ennek a mítoszromboló macskának. Mindenki azt hiszi, hogy a macskák utálják a vizet, de a halászmacska félig vízi életmódot folytat, ezért teljesen hozzászokott a vízhez. Dél-Amerika esőerdeiben azonban él egy nagy macska, mely a víz iránti szeretetét még magasabb szintre emelte. A jaguár. Súlya akár a 100 kilót is meghaladhatja, és ezzel Amerikában a legnagyobb macskafélének számít. A jaguár kiváló úszó. Lehet, hogy ez kutyaúszásnak tűnik, de ez a hatalmas ragadozó több mint 100 métert tud úszni a folyókon. Fogságban lemerül a víz alá, táplálék után kutat, és akár 30 másodpercig is képes visszatartani a lélegzetét. A vadonban e víz alatti képességével teknős békákra és halakra vadászik. A jaguár a világ leglenyűgözőbb szabadtüdős búvármacskája. Míg egyes macskafélék vízi életmódot folytatnak, a többieknek mindez kihívást jelent. Házi macskáink és vadon élő rokonaik szagokkal kommunikálnak és találnak maguknak párt.
A szagjelzések tudatják a többi macskával, hogy a közelben vannak és szerelmet keresnek. A dzsungelben azonban, ahol egy hónap alatt akár egy méter eső is eshet, ezeket a szagjelzéseket azonnal elmossa a víz. Az esőerdőben ezért nehéz megtalálni a szerelmet. Ezzel a kihívással kell szembenéznie egy fiatal vadmacskának is, amikor egy kosztarikai mentőközpontból visszaengedik a vadonba. Namu! Dexter Louis Miller kölyök kora óta gondját viseli Namunak, az egyéves hím ocelotnak. Namu! Namu! Jó, Namu, oké! Namu, oké! Kérd, hogy andávalgat tudsom nió! Hogy andávalgat tudsom nió! Ő Namu. Mindig húha, hol agat tudsom nió! Namut a helyi közösségtől kaptuk. Amikor ideérkezett, olyan egyhetes lehetett, talán kettő. Nagyon kicsi volt. Namu! Nagyon közel állunk egymáshoz Namuval. Sok időt töltöttünk együtt, minden napot. Én vagyok a legjobb barátja. Vagy az apja. Dexter minden nap sétálni viszi Namut, hogy hozzászoktassa az erdőben lévő látványhoz, hangokhoz és szagokhoz. Az ocelot Dél- és Közép-Amerikában él. Az 1970-es és 80-as években a bundája miatt vadászták, amely a kihalás szélére sodort el macska félét. Napjainkban már minden ocelot értékes. Táplálékát különböző erdei állatok alkotják. És Namu gyorsan tanul. Namu egy éves, ezért nem sokára pár után fog nézni, melyet bűzös szag kibocsátásával hoz a világ tudomására. Az ocelot nagyon büdös macska, és a bűzt mindenfelé permetezi. Ez a szúrós szag feromont tartalmaz, mely egy kémiai anyag és vonza az ellenkező nemet. A feromonok érzékelése nagyon fontos lesz Namu számára, ha szeretne párra lelni az esőerdőben. Dexter ezért egy bizarr szakpróbának veti alá Namut, amihez a legfinomabb parfümöket használja. Ma Estée Lauder, Calvin Klein és Chanel parfümöt fogunk tesztelni. Calvin Klein és Chanel. Meglátjuk, hogy melyiket kedveli leginkább. Ez talán furcsának tűnhet, de egyes parfümök szintén tartalmaznak feromonokat, és állítólag az ocelot bizonyos márkákat összetéveszt egy potenciális társ szagával. Namu! A természetben a tudósok parfümmel csalogatják közelebb az ocelotokat a kameracsapdákhoz, ami egy ártalmatlan módja a példányszám ellenőrzésének. Namu! Vajon Namu kiszagolja-e a feromont? Az elsőért nem rajong. De ez egyértelműen elnyerte a tetszését. A középső tuskót az Estée Lauderrel fújtam be. Nagyon tetszett neki.
Dexter számára azonban ennél is fontosabb, hogy Namu hogyan észleli a parfümöt. Nem csak az orrán keresztül érzi meg az illatát, ahogy mi. Namu a nyelvével szedi össze a részecskéket a szájában található speciális érzékelő számára. Házi macskáink is ezt csinálják. Ha egy kandúr egy nőstény illatával találkozik, kinyitja a száját, és megízleli a levegőt. Ez a Flemen reakció, melynek segítségével a macskák a szagokon keresztül kommunikálnak. Amikor Namu visszatér a dzsungelbe, ez a szuperérzékelés lesz a segítségére, hogy kiszagolja a tökéletes partnert. Namu ezt a technikát fogja használni, hogy megtalálja a szerelmet. Namu! Szeretni fogja a dzsungelt, de ránk is sokáig fog emlékezni. Nagyon fog hiányozni, az biztos. De boldog leszek, hogy egy nap majd elmegy és elkezdi az életét a vadonban. Namu! Láthattuk, hogy házi macskáink vadon élő rokonai az új területek utáni kutatás miatt szélsőséges körülmények közé kényszerülnek. Ez azt jelenti, hogy állandóan alkalmazkodniuk kell, és táplálkozásukat az elérhető zsákmányhoz kell igazítaniuk. Pedig a macskák kényesek a táplálékot illetően. Húsevőként gyomruk kizárólag a húst tudja megemészteni. Régen az evolúciós történelmükben egy genetikai mutáció következtében elvesztették az édes ételek érzékelésének képességét. Házi macskáink ezért nem mutatnak érdeklődést a gyümölcsök iránt. A természetben ez azt jelenti, hogy kiváló vadásznak kell lenniük. De ha azt hitték, hogy a macskák csak emlősökre, halakra és madarakra vadásznak, akkor gondolják ezt át újra. Sri Lankán él egy kis testű cicus, melynek igen szokatlan az étrendje. Ez a rozsdafoltos macska. A házi macska súlyának egyharmadát kitevő alig egy kilós állat az egyik legkisebb macskaféle. Chandika Jarayatne biológus azon kevesek közé tartozik, akik tanulmányozták ezt a macskafélét. Lehet, hogy a rozsdafoltos macska úgy néz ki, mint egy kicsi házi macska, de mi sem áll távolabb ettől. Inkább egy kisebb leopárdra hasonlít. Amikor megszületik a kis cica, alig nyom többet egy tyúk tojásnál, ami jól mutatja, hogy milyen pici ez a macska. Mivel kistermetű, gyors és jól álcázza magát, nagyon nehéz észrevenni. Láttam őket a vadonban. Mindig a legszerencsétlenebb időben látom meg őket, amikor nincs nálam a fényképezőm, vagy lemerült az akkumulátor. Ne tévessze meg önöket törékeny testfelépítése. Arányaiban állítólag a rozsdafoltos macska olyan erővel képes harapni, mint egy tigris. Chandikát azonban leginkább az lepte meg, hogy mit eszik. Meglepő, hogy egy macska megeszi a rovarokat, de azokat könnyű elkapni. A sáska nem fogja megharapni. Ráadásul nagyon tápláló, magas a fehérje tartalma. A rozsdafoltos macska azon kevés macskafélékhez tartozik, amelyek rovarokkal táplálkoznak.
Nagy ritkán a házi macskák is esznek rovarokat. Sri Lanka dzsungeleiben a rovarokkal történő táplálkozás előnyhöz juttatta ezt a kistestű ragadozót. De egy másik mítoszromboló macskának még ennél is sajátosabb étrendje van. Az édes szájú Jagarundi. Közép- és Dél-Afrikában él. A macskafélék családjának minden tagja kizárólag hússal táplálkozik, de a Jagarundi a leesett gyümölcsökkel egészíti ki húsos étrendjét. Hogy miért alakult ki ennek a vadmacskának a gyümölcs iránti szeretete, nem tudni, de étrendjének kiszélesítése azt jelenti, hogy alternatív táplálékforráshoz juthat, ha kistestű emlősökből hiány van. A Jagarundi leszámol azzal a mítosszal, hogy a macskák csak húst esznek. De létezik egy sokkal baljósabb étrenddel rendelkező macska, aki a legzordabb vidéken. A sivatagban él. A hőmérséklet akár a 47 fokot is elérheti, amivel ez a hely a legforróbb és legszárazabb a világon. Mégis egy szívós, kistestű macska baljós étrendjének köszönhetően meg tud itt élni. A homoki macska alig nagyobb egy házi macskánál. Mancsát vastag, drótszerű szőr borítja, mely védi az égetően forró homoktól. Állítólag a tevénél is tovább bírja víz nélkül, egy hátborzongató titoknak köszönhetően. Drakulához hasonlóan a homoki macska is elfogyasztja áldozata vérét. A kistestű emlősök véréből és húsából minden nedvességet megkap, amire szüksége van. És kedvenc étele és itala egy sivatagi rágcsáló, az ugróegér, amit azonban nehéz elkapni. Egy ugrással 3 métert képes ugrani. A homoki macska egy másik jó példa arra, hogyan alkalmazkodtak a macskák a leghihetetlenebb élőhelyekhez is. De talán nem a sivatag vagy az esőerdő a legkülönösebb hely, ahol vadmacskákkal találkozhatunk, hanem a városi dzsungel. A világ minden táján a kertek, a parkok és a járdák a házi macskák területei. A nagy vadmacskák kizárólag a távoli vadonban élnek. Legalábbis eddig így gondoltuk. Képzeljék el, mennyire meglepődhetett ez az Amerikában élő házi macska, amikor szembe találta magát 100 kilós rokonával, a pumával. Az államokban egyre több bejelentés érkezik nagymacskákról, akik a városok közelében bukkannak fel. Beleértve a leghíresebbet, a hollywoodi pumát. Ezen a nemrégiben készült fényképen, amit egy távkamerával készítettek, egy puma látható Los Angeles külvárosában.
Hogyan élhet meg egy ilyen csúcsragadozó a város közelében? Jeff Szikics biológus azzal foglalkozik, hogy nyomon követi a pumákat, vagy más néven hegyi oroszlánokat. Igazán lenyűgöző, hogy e városi tájon még mindig fellelhető ez a hatalmas húsevő. Gyakorlatilag a puma az utolsó nagy húsevő az itteni hegyekben, ami megél a világ egyik legnagyobb városa, Los Angeles mellett. A kutatás részeként Jeff a GPS technika segítségével követ nyomon több különböző hegyi oroszlánt. Pillanatnyilag ezeket a pumákat követjük nyomon a Santa Monica-i hegységben és a környező területeken. 10 állaton van működésben lévő GPS rádiós nyakörv. Szóval nagyon izgalmas, hogy követni tudjuk ezeket az állatokat ilyen nagy területen. A GPS nyomkövető alapján Jeff meg tudja mondani, hogy az egyik nőstény, a P39-es, huzamosabb ideig maradt egy helyen, ami izgalmas jelnek tűnik. Ha megnézzük a P39-es GPS nyomait, akkor látszik, hogy már másfél napja egy csomóban vannak a pontok, ami arra utal, hogy elejtett valamit. Ezért most behatolunk erre a területre, hogy megnézzük, mit ejtett el, hogy mit eszik. A puma nem válogatós. A kisebb testű emlősöktől kezdve a kifejlett szarvasig bármit megeszik. A puma lesből támad, becserkészi a zsákmányt, és időnként nagyon közel megy, 10-15 méterre, ahonnan ki tud törni. A puma inkább rövidtáv futó. Nem tud sokáig futni, ezért nagyon gyors. Általában hátulról csap le a zsákmányra. Erős izomzata van, és nagyon éles, behúzható karma, amivel megragadja a zsákmányt. A GPS nyomok egy meredek hegyvidékre, közvetlenül az autópálya mellé vezetik Jeffet. Valószínűtlen, hogy egy ilyen helyen bukkanjunk egy csúcsragadozóra. De bizonyíték van rá, hogy a pumánk még a közelben tartózkodik. Ez itt friss vizelet. Látszanak a nyomai. Itt van a szőre. Nagyon erős a szaga. A zsákmány szagát is érzem, úgyhogy nagyon közel járunk. A puma elrejti a zsákmányt, és napokkal később visszatér. Jeff számára ez egy nagy bújócska. Igen, úgy tűnik, hogy a P39-es elejtett egy kifejlett nőstény öszvérszarvast. Körülbelül 80 méterre innen ejtette el. Ide vonszolta, letakarta, hogy elnyomja a szagát, amivel távol tarthatja a dögevőket. Ez a puma tipikus vadászterepe, amit Los Angeles környékén találhatunk. De vajon a rejtőzködő puma visszatér a nehezen megszerzett zsákmányhoz? Jeff megfigyelő kamerát helyez el, és bekapcsolja. Hihetetlen módon nem a puma az egyetlen vadmacska, amelynek Hollywood az otthona. Los Angeles külvárosának autópályáitól néhány mérföldnyire
Jeff kollégái vörös hiúzokat tanulmányoznak, mely a kanadai hiúz kisebb testű rokona. Joan Moriarty biológus befogott egy fiatal vörös hiúzt, akinek ellenőrzi az egészségi állapotát. A vörös hiúz eléggé városi állat. Lakóházak kertjeiben, irodáknál, sport- és golfpályáknál lehet vele találkozni. Még vörös hiúz odút is találtunk házak kertjeiben, illetve a házak alatt. Fúvócsővel adják be az altatót az állatnak. Amikor megbizonyosodtunk afelől, hogy az állat egészséges és veszélytelen, hozzálátunk a munkához. Megmérjük a lábak és a testhosszát, lemérjük a nyakát, a fejét, a fogait. Ezt azért csináljuk, hogy összehasonlíthassuk az egyedeket, és lássuk, mekkora az átlag méret. Ez egy 6 hónapos nőstény hiúz, aki már elhagyta az anyját, és egyedül él, és vadászik. A vörös hiúz lapulva várakozik a zsákmányra, és lesből támad rá. A 4 kilós állat megfelelő súlyú. A Los Angeles környéki területen számos kistestű emlős él. A vörös hiúzokat már több mint 2 évtizede tanulmányozzák itt. A kutatásokból kiderül, hogy ezek az állatok jól alkalmazkodtak a külvárosi élethez. Ez az egyed egészségesnek tűnik. Jó súlyban van. Egészséges a kinézete. A ravasz hiúzokat ritkán ütik el az utakon, és a legtöbb befogott állat jó állapotban volt. Az állapotfelmérésnek vége. A fiatal macska jövője ígéretesnek tűnik. Az altatásból szépen magához tért, és amikor elengedtük, ügyesen és gyorsan elszaladt. Tudtuk, hogy minden rendben lesz. Visszatérünk a Puma vadász területére, ahol Jeff a kamera előző éjszaka készített felvételeit nézi. Szóval a P-39-est láthatjuk. Amint este 7-kor visszajön a zsákmányért. Ebből kiderül, hogy a puma egészséges, vagyis tud vadászni, és van elegendő tápláléka. Igen, remek. Látszik, ahogy széttépi a húst. Letépi a húst a csontról. Jók a fogai, amikkel szétfűrészeli a húst. A puma csak 2012-től él a hollywoodi hegyekben. Jeff tanulmányai megmutatják, hogyan változtatja meg a városi élet a viselkedésüket. Az itteni pumák sokkal kisebb területen élnek, mint a vadonban élő társaik. És párt találni veszélyes vállalkozás. Gyakran kell forgalmas, 8 sávos autópályán átkelniük. Amerika tovább fejlődik, és ahogy a terjeszkedő város belopakodik a macska természetes élőhelyére, a puma még közelebbi kapcsolatba kerül az emberrel. Még akkor is, ha észrevétlen marad. A pumában az a fantasztikus, hogy a Santa Monica-i hegységben tanulmányozzuk, ahol évente több millió látogató megfordul. Sok az autópálya, és nagy a forgalom. Még mi kutatók sem látjuk őket mindig, noha napi szinten követjük a nyomukat. Az adatok alapján be tudjuk mérni, hogy merre járnak a hegyoldalon. Mégsem látjuk őket. A rejtőzködő puma a bizonyíték arra, hogy milyen sokoldalúak a macskafélék. Szinte minden élőhelyen megtalálhatók.
még a világ egyik legforgalmasabb városa mellett is. Ez a macskák 11 millió éves evolúciós történetének legújabb fejezete. Ebben a sorozatban megmutattuk, hogyan alakultak ki az első macskák a dzsungelben, és hogyan fejlődtek ki a fára mászáshoz szükséges, jellegzetes lábai. Láthattuk, hogyan növesztettek vastag bundát, hogy a hidegben tudjanak élni. Nagy tüdőt, hogy a világ tetején tudjanak vadászni. És hogyan szerették meg a vért, hogy megéljenek a sivatagban. Nincs még egy olyan ragadozó, ami az élőhelyek ilyen széles skálájához tudott volna alkalmazkodni. De ma a legnagyobb egyedszámú macskaféle az, amelyik a nappalinkban él. Világszerte 600 millió házi macska él, melyek a világ minden szegletében megtalálhatók. A vadon helyett az embert választó, doromboló házi macskánk a legsikeresebb lett a macskafélék között. A magyar változat a BBC megbízásából a BT stúdióban készült.